Valami érthetetlen kapcsolat van a barátság és a csillag között. Miért csillag a barát? És miért barát a csillag? Mert olyan távol van, és mégis bennem él. Mert az enyém, és mégis elérhetetlen. Mert az a tér, ahol találkozunk, nem emberi, hanem kozmikus. Mert nem kíván ő tőlem, és én sem kívánok tőle semmit, csak azt, hogy legyen, és így, ahogy van, és ő van, és én vagyok, ez kettőnknek tökéletesen elég. Nem lehet rá válaszolni. Nem is kell. De ha nem is lehet, barátom iránt mindig azt fogom érezni, hogy csillag. És a világegyetem rám ragyogása. Hamvas Béla barátság megfogalmazása szerint a világegyetem rám ragyogása a barátság. Miközben az ember hatalmas kiterjedésű államokat és országhatárokon átívelő multinacionális cégeket hoz létre, az egyének továbbra is viszonylag kisméretű közösségekben élik az életüket. A közösségi oldalak használói hiába rendelkeznek akár több ezer barátinak nevezett kapcsolattal, azok száma, akikkel rendszeresen kommunikálnak, nem haladja meg a bűvös 150-es számot, aminek okát a tudósok az agyméretben látják. Nem a közösségi oldalak gyenge kapcsolatairól vagy virtuális kapcsolatokról, hanem a hagyományos barátságról beszélgetünk. Hogyan választhatunk magunknak barátokat? Megkímélhetjük-e magunkat a csalódásoktól? A barátság áldozatképességet követel, míg a háziállatokat elég, ha gondozzuk. Hálásak a sétáltatásért, az élelemért és persze a simogatásért is. Barátom, talán lehet a kutyám is, de az igazi barátságot nem helyettesíti ez a mégiscsak primitív kapcsolat. Vannak barátaink és képzelt barátaink, jó esetben pedig van igazi barátunk is. Honnan ismerjük meg az igazi barátot? Gyakran tévedésben vagyunk, és a munkahelyi kapcsolatokkal kompenzáljuk a hiányzó barátságot. Arra is van példa, hogy a házastárs tölti be a barát szerepét. Milyen értelmezést nyer a barátság fogalma a 21. század elején? Szerződésre, vagy inkább szövetségre hasonlít a barátság? Fáradjanak bennebb. Ez itt a Képzelt Kávéház. Ma a legidősebb vendégünk 85 éves elmúlt, a legfiatalabb pedig alig 10 éves. Levente, rég ismerjük egymást, mondhatni barátok vagyunk. Mi a barátság szerinted? Bizonyos, hogy a barátság az a tér, ahol a feltétlen szeretetet gyakorolnunk lehet, megélnünk szabad, és kifejeznünk nem kis munka, nem kis erőfeszítés. Van-e szerinted benne valami földön kívüli, egy kicsit több, mint ami az anyagias világ körülveszi? Kétségtelen. Bennünket. Mondjuk a szerelemben is van, de ez egy más dimenziója a kapcsolat. Ez egy transzcendens. Így van. Ez tény. Nyilván nem tudok másra gondolni, itt van az evangéliumban azt mondja Jézus, hogy ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket. Hát hogy szerettelek? Barátságban, mondanám én.
Mert azt mondja, annál nagyobb szeretet senkiben sem lehet, hogy valaki életét adja barátaiért. Na most, az élet most mi? A keresztény tanítás az ugyanaz, mint a barátság, és a igen, barátság ugyanaz, igen. Mint a nincs itt valami földi azért mégis a barátságban, szerződés a nézd, barátság. Becsukom a Bibliát, és azt mondom, hogy maga az élet igazolja ezt. Tehát itt ezt csak megfogalmazta Jézus, de ez adott. Ez egy nagyon fontos adottság. Miért? Mert azt gondolom, hogy először is humorral kell gondoljunk arra, hogy valaki felé a szeretetemet nem feltételekhez kötve gyakorolom, vagy nem hívom ki a másikból azt az ambíciót, hogy megpróbáljon megfelelni nekem, tehát megsemmisül az, hogy feltétlen legyen a szeretete. Nem lehet erről úgy beszélni, hogy humorral benevalljuk, hogy ez nagyon nehezen elérhető és gyakorolható. Mindazonáltal mégis megegyezünk abban, hogy ez lenne az ideális, ez szükséges. Na most mire gondolok? Arra gondolok, hogy Jézus itt szó szerint nem azt mondja, hogy életét adja, hanem az életét lehelyezi valakiért. Ez a lehelyezés annak a gesztusa, hogy én úgy adom magam, hogy nem várok cserébe semmit. Ha belehalok is, akkor sem. Tehát, hányszor? Hányszor? Naponta, vagy minden találkozáskor. Van ennek ideje? Ez az örökkévalóságból érkezik, és de az örökkévalóság felé tart. Itt van a különbség a vallás és a Jézusi kapcsolat és az emberi barátság között. Úgy van. Felmár, különbség van. Felmár András figyelmeztet bennünket arra, egy frappáns írását olvastam erről, hogy a terapeutát, a lelki gondozót, a lelki pásztort azért fizetik, hogy végre érdek nélkül meghallgassa a másikat, feltétel nélküli figyelemmel és empátiával. Azért fizetnek tehát, hogy hallgass, ne dumálj, ne a saját érzéseidet vett is ki, ne a saját problémáidat oldasd meg a beszélő partnereddel. És nagyon tetszik, ő így leírja, hogy hát ez alól esetleg a rabbik és a lelkipásztorok kivételek, meg Jézus, de az egy egészen más kategória. Mert hogy őt és őket nem fizetik, és úgyis így kell hallgatniuk. De már az a tény, hogy téged azért fizetnek, hogy meghallgass valakit, és feltétel nélküli szeretettel hallgass meg, már az egy nagy eredmény, ha meg tudod valósítani. Azt gondolom, hogy a barátság annak az önkéntes tere, amikor én ezt fizetség nélkül is megteszem valakivel. Levente, hogyan választod meg a barátaidat, vagy a barátodat? Ez már egy más kérdés. Ami engem illet, én mindig egy szikrából, egy szikra indított el barátságokat. Amit tudok, hogy a barátaimmal olyan a viszonyom, hogy azt mondanám, hogy nem szerződéses viszony, nem birtokoljuk egymást, ez az alapvető dolog. Egy elengedettségben találkozunk, és elengedettségben számíthatunk egymásra. De ez a számítás sem érdekorientált, hanem tudom azt, hogy bármikor ott lehetek az ő számára, és ő is bármikor ott van. Semmiféle hátsó gondolat vagy érdek nem diktálja ezt a kapcsolatot. Ne haragudj, ha transzcendens a barátság, kénytelen vagyok az én értelmezésemet is behozni, mert a Szentírás alapján én különbséget teszek egy szerződéses viszony és egy szövetségi viszony között. Isten az ő népével mindig szövetségi viszonyba lépett, nem szerződésesbe. Tehát a barátság szövetségi? A barátság szövetségi. A szövetség azt jelenti, hogy Isten, ha ráfázik is erre a kapcsolatra, akkor is vállalja. Hányszor nézed el a barátodnak, hogy nem megy el segíteni, ikor kéred? És mikor veszed tudomásul, hogy ez akkor mégse? Én nem kell elnézem, hanem várom el. A te barátod a válasz a szükségedre.
Amikor a barátaimról gondolkozok, vagy a barátságunkról gondolkozok, akkor én megélem a magam társas természetét, a magam emberi természetét. Megélem azt, hogy mit teljesítettem, vagy mit nem teljesítettem egy barátommal kapcsolatban. Ezért azt hiszem, hogy a barátságnak a gondolati és nyilván az érzelmi dimenziója önmagunknak az emberi természetét, akár a konfliktuális természetét is fel tudja tárni. Tehát nem csak egy szociális kérdésről van szó itt, hanem a megélés, a gondolatiság, az emberi, a társadalmi dimenziónknak egy viszonylag jól ellenőrizhető felületben való követése. A barátság nem arra szerveződik, hogy munkaviszonyból adódó problémákat jól megoldjunk. Az egy munkatársi kapcsolat, amely átmehet barátságba. A barátság nem arra szerveződik, hogy különböző mafiás összefüggésekben érvényesítsünk akaratokat. A barátságnak van egy etikai és érték dimenziója, ami hát vagy a kimondatlanság szintjén, de azért az együtt cselekvéseknek a szintjén realizálódik, vagy a felek megbeszélik, hogy mit csinálunk, mit nem csinálunk közösen, az, hogy épüljünk. Ez egy építő, egy pozitív kapcsolat, és semmi köze sincs azokhoz a társas kapcsolatokhoz, amely kimondottan csak érdekrendszerűek, vagy amelyekben valamelyik fél veszít, vagy lealacsonyodhat önhibáján kívül. Legtöbbször kollégákkal vagyunk körülvéve. Nem mindig a barátaink vannak ott egész nap. Rájuk is rászorulunk, érzelmileg is. Tehát olyan kapcsolatot várunk el tőlük, vagy helyesen, vagy helytelenül, ami helyettesíti a barátokat, vagy ami éppen barátság lesz. Mennyire jó ez, hogy szerinted, hogy munkahelyen barátokat szerezünk, vagy munkahelyen baráti kapcsolatokat létesítünk, és fenn is tartunk. Mennyire megy a munka rovására, vagy mennyire fontosabb a barátság itt? Hát szerintem az nagyon jó, hogyha az embernek sikerül a munkahelyi környezetben barátokra szertenni. Én a saját életemben is azt tapasztaltam meg különböző munkahelyeken, hogy amikor ilyen nagyon jó baráti hangulat, baráti társaság alakult ki, az nagyon sokat segített abban, hogy hatékonyan dolgozzunk. Főnök lehet-e barátja az alkalmazottjának, vagy fordítva, és hol üthet vissza, vagy melyik üt vissza hamarabb? Szerintem ez már egy kockázatosabb kérdés. Tehát, hogyha főnökként összebarátkozunk az alkalmazottainkkal, akkor az, ugye ez már nem segíti elő azt, hogy adott helyzetben fel tudja mérni az illető alkalmazott munkáját, mondjuk objektíven, kérni tudjak tőle bizonyos dolgokat, ki tudjak osztani bizonyos feladatköröket, lehet, hogy elkezdünk kivételezni egy alkalmazottal, aki mondjuk a barátunk, a többi alkalmazott hátrányára. Láttam egy pár ilyen helyzetet, amikor a főnök valamiféle a baráti kapcsolatba került, akár több alkalmazottjával is. És amit elmondhatok, hogy az a típusú barátság már úgy inkább egyfajta ilyen felszínes barátság volt. Tehát én úgy láttam, hogy barátok vagyunk, mert amúgy is együtt vagyunk egész nap, akkor este elmegyünk együtt kocsmázni, milyen jó. De hogy ebben volt egyfajta felszínesség. Pont azért, mert... Lehet, hogy ez érdekbarátság? Lehet, hogy valahol érdekbarátság is volt. Tehát ha mondjuk főnökként úgy gondolom, hogy jobban tudok hatni az alkalmazottaimra, hogyha kedves vagyok velük, hogyha barátkozom velük, vagy barátként viszonyulok, lehet, hogy ez ad egyfajta önbizalmat. Ugyanakkor szerintem van egy ösztönös határ is, amit egy főnök valahol meghúz magában. Nem biztos, hogy előre meggondolja, kigondolja, de valahol meghúz. Gondolom, ez alkatilag is jön. Személyiségéből is jön, hogy most hány emberrel, meg milyen szinten barát. Igen.
Abszolút. És ilyen helyzetben úgy gondolom, hogy azért mégis jó ötlet a szerepek között különbséget tenni. Mi történik abban a helyzetben, ha az egyik barátunk kollégánkat előléptetik, és főnökként lehet elveszti a barátait, lehet nem? Mi történik ezekkel a kapcsolatokkal? Hát ebben az esetben tulajdonképpen két dolog történik. Az egyik az, hogy a barátságok nagy része megsínyli ezt a szerepváltást. Másrészt ki kell építeni valószínűleg a nulláról egy főnök alkalmazott kapcsolatot, amit sokkal nehezebb. Én a saját tapasztalatomban is azt láttam így cégekkel dolgozva, hogy abban a helyzetben, ahol valaki kiemelkedett a csoportból, és mondjuk csapatfőnök lett bármilyen irányban, akkor ez a két probléma volt az, amivel találkozott, hogy oké, a barátságok vagy megsínylették, de valahogy ugyanazok már úgy nem tudtak maradni. Tehát vagy az történt, hogy nem tudott főnökként viszonyulni, és akkor továbbra is próbált barátkozni, úgymond most már az alatta levő alkalmazottakkal, ami ugye rossz hatása van a munka pozíciójára, vagy a hatékonyságra. Vagy az történt, hogy megpróbált főnökként viselkedni, ami persze, hogy a baráti kapcsolatokat befolyásolta. Logikus, de egyébként az, hogyha napi 10 órában dolgozol minimum együtt másokkal egy munkahelyen, hazamész, alszol, felkelsz, mész vissza, valójában eltelt a napot, nincs is kivel barátkoz, ezért van ez a munkahelyi kapcsolata elméletileg. És állítólag a magyarok ebben a legrosszabbak, mert hogy azok még többet dolgoznak, vagy inkább családcentrikusabbak, a családdal vannak, egyetlen barátai, vagy fél Magyarországnak a munkatársa barátja. Nekem határozottan az az érzésem, hogy ezek szurrogátumok, ezek pótcselekvések, nem ott történik meg a nagy áttörés. De ez nem is igazi, persze, ezek mindig megszűnnek. Munkahely megszűnik a barátság. Nagyon gyakran összetévesztjük az üzleti kapcsolatainkat, vagy a munkakapcsolatainkat a barátsággal. Vetted észre? Igen, kétségtelenül. Az üzleti viszony az egy tipikusan szerződéses viszony. Akkor ott az adók-kapók egyensúlyát kell fönntartani, és ezzel nincs semmi gond. Bizonyos értelemben az embernek a saját családjával is egy ilyenszerű kapcsolata van. A házasság? Az is, de most a felmenőimmel nyilván nem egyensúlyba hozható, mert soha nem tudom visszaadni azt, amit kaptam tőlük. De nagyon fontos, hogy a gyermek is érvényesíthesse azt az igényét, hogy ő is adhat a szülőknek. A házasság viszont valóban egyenlő felek kapcsolata, aminél azt gondolom, hogy azzal is az a baj, hogyha szerződésnek fogjuk föl. Én nem leasingbe veszem a feleségemet, nem feltételes szeretettel egyezünk meg és írjuk alá, hogy bár nagyon sok házasság, vagy többségileg a házasságok puszta szerződésnek néznek ki, akinek nem inge ne vegye, de a lényeg az, hogyha én bizonyos feltételekhez kötöm a szeretetemet, az iránt, akivel a legintimebb kapcsolatban voltam hivatott lenni, akkor ez olyan lesz, hogy ha én valamilyen feltételt megszegünk, felbontható, a kocsit visszaveheti a leasing, és emiatt megy tönkre nagyon sok házasság. Nem alakul barátság. Na, ezt akartam mondani, hogy a házasság, a szerelem, hogyha nem alakul a házasságba, barátságá, az nagy gond. Felbomlik a házasság. Így van. Gyakran. Így van. Akkor ez milyen barátság, ez a szerelemből alakult barátság? Igen. Tehát ugyanolyan őrülete kell legyen a feltétlen szeretetnek, mint ami volt a szerelemben, a barátságban is, bizonyos értelemben. Persze más. Elmesélhetek olyan dolgokat a házastársamnak, mint a barátomnak? Én azt gondolom, dolgokra gondolok. Pontosan arra gondolok, hogy egy üzleti szerződésben az üzletféllel nem kötelez feltétlen egyfajta meghittség vagy transzparencia. De az, akivel barát vagyok, az előtt nem lehet titkom. Miért lenne? Ha van, azt jelenti, hogy valamitől tartok. Tehát a tér kettőnk közt, mint barátság, nem biztonságos.
Éppen ezért tartom fölöslegesnek azt a kérdést, de ha számítottam a barátomra is, mikor kellett volna, nem segített, akkor részemről a szerződéskötés volt, nem barátságkötés. Tehát a barátságba bele kell férjen az, hogy én feltétel nélkül fogadlak el téged. A befogadás nem kötődik feltételekhez. Persze ez nem zárja ki az asszertivitást, hogy megmondhatom a barátom szemébe, hogy fájt az, hogy láttad, milyen gondban vagyok, kis ujjadat sem mozgattad. De ettől még a viszonyulásom maradhat ugyanaz. Van-e különbség a házasság folyamán szerelemből átváltozott barátság és a másfajta barátság között? Aha, van, kétségtelenül van, mert ugyanakkor az adok-kapok viszony egyensúlyát is kell tartani, nem beszélve a gyerekekről. Tehát itt meg kell élni azt, hogy amikor én adok valamit, abban önmagamat adom, és nem várom el, de jól esik, ha abban, amit a társam ad, abban önmagát adja. Vagy ha ez elmarad, kifejezhetem a fájdalmamat emiatt. Itt alapvetően végső soron az a kérdés, hogy hűségre rendezkedek be indulásból, és akkor feltétlen szeretetre tudtam berendezkedni. Más kérdés az, hogy a viszonyra rátevődik egy másfajta, tehát a baráti viszonyra rátevődik egy másfajta viszony. Más a barátság a feleségemmel, mint a barátaimmal. Valami a barátsághoz hasonló dolog jó, ha kialakul. Hát, hogy az ember megbízzon a másikban, hogy meg tudja osztani vele a dolgokat, és ettől működik szerintem egy jó házasság. Én azt hiszem, ha a szerelemben is ott a barátság, és mondjuk egy házastársi kapcsolat második felére gondolva, az sem rossz, hogyha ennek a korszaknak a barátságában is ott van egy kicsi szerelem. Hogy azt kérdezted, hogy mi van, hogyha a házasság átmegy barátságba? Az egy tragédia. Nem menjen soha át barátságba. Két barát nem fekszik le egymással, könyörgöm. Gondolom, hogy nincsen olyan szerelem, amely ne interferálna valahogy a barátsággal. Fordítva persze nehezebb a kérdés, de nem, én például nem tudnám eldönteni, hogy egy társas kapcsolatban mikor vagyok barát és mikor szerető. A szerelemnek olyan tulajdonságai vannak, amik teljesen összeegyeztethetetlenek a barátsággal. A szerelem a legszebb ajándéka az égnek, és minél tovább meg kell őrizni az életben. Minél tovább meg kell őrizni, még akkor is, ha történetesen szerelmek után jönnek. Mert ez az a fantasztikus reménység bennünk, ami életben tart minket. Meggyőződéssel vallom egy élet alkonyán, hogy a barátság egészen más dolog. Nem átalakul a szerelem barátsággá, hanem esetleg barátság válik valahogy belőle. De keserves barátság. Mert ott van örökké az emléke a szerelemnek. És ettől az emléktől nem tud szabadulni. És ez az emlék egy pillanatig nem hagyja, hogy barát legyél. Ezek az ilyen barátságok csak külszíni barátságok. Hiszen tudjuk, millióféle barátság van. De a külszíni barátságok nem igazi barátság. Kialakul egy ilyen kötelék és szerelem nélkül férfi-nő között barátság. 90%-a az embereknek azt mondaná erre, hogy nem. Valószínűleg van 5-10%, aki úgy gondolja, hogy vagy azt tapasztalta, hogy vannak ellenkező nemű barátai. És abból indul ki, hogy ő
neki másféle érzései a barátságon kívül nem voltak a másik személy iránt. Sokan ebből azt a következtetést vonják le, hogy igen, ez egy barátság. Viszont én azt látom, hogy az esetek nagy részében valamiféle szexuális vonzalom van. Vagy ha nem, akkor valamikor régen volt, és az valamilyen módon elmúlt, és most barátság lett belőle. De hogy ez a szexuális vonzalom, ez valamikor a jelenben, a múltban, valahol, valamilyen akár rövid időre, vagy kimondatlanul létezett. Közben pontosítani szeretnék, hogy exkluzív barátság, hogy tényleg csak mi ketten vagyunk barátok egymásnak. Ez lehet-e? Mert hogy tényleg nagyon sok férfi meg nő barátunk van. Igen, például mondjuk vannak olyan esetek, hogyha egy homoszexuális irányultságú férfi szerintem lehet barát egy nővel. Tartós maradhat az ilyen, vagy... Az ilyen barátságokban előbb-utóbb az történik, hogy az egyik fél mondjuk komolyabb párkapcsolatba kerül, vagy akár házasságba. És ebben a helyzetben az ilyen kapcsolatoknak 95%-a megváltozik, vagy megszűnik. Mert hogy a lehetőség, ami mondjuk ott lett volna, az lehet, hogy eltűnt. És ez tartaná össze, igen. Pont a napokban egy nagyon érdekes elméletet olvastam erről a férfinő barátságról. Abban az esetben, hogyha létezik ez a szexuális vonzalom, és megtörténik egy együttlét. Ez után lehet, hogy a két félnek sikerül akár barátsággal alakítani az illető kapcsolatot. Persze, hogyha nem lépik fel több vagy másféle igény a két részről, akkor ezt kipipáltuk, letudtuk. És ez egy érdekes elmélet, nem tudom igazából, hogy mennyire igaz, nem feltétlenül láttam, vagy hallottam hasonló módon lerendezett barátságokat, de ha létezik, mint elmélet, valószínűleg, hogy ez is egy lehetőség. Az életben igazán két szent dolog van, legalábbis véleményem szerint. Az első a szerelem, a második a barátság. Hát egyesek azt mondják, hogy a szerelemben több a szeretet, és kevesebb a barátság. Lehet. Mások pedig azt mondják, hogy a barátságban kevesebb a szerelem, és több a barátság. Ez szép kifejezések lennének, de igazából véleményem szerint a kettő nem azonos. Nagyon-nagyon különböznek egymástól. A szerelem egy extázis, egy földön túli dolog, a barátság egy igazi földi dolog, de szent értelemben vett földi dolog. A barátság lényege, és ebben akarom összefoglalni, az, hogy híve legyél valakinek, hogy jó legyél valakinek és valakivel. Tulajdonképpen áldozatot kell hoznod, az áldozatért soha nem kell semmit várnod, mindig csak adnod kell a barátságba, és soha se kapnod. Amiben a barátság szent dolga talán a legszebben érvényesült életemben először megfogalmazva, amikor külföldön született, élt, unokaöcsém meglátogatott először Kolozsváron, Kors Károlynál voltunk, mert építész az illető, tőle jöttünk el, és útközben a következőt mondta nekem. Tudod, úgy éreztem magamat nálatok, nálad, mintha nem rokonnál lettem volna, hanem egy igaz barátnál. És ezzel kifejezett mindent, amit a barátságról el lehet mondani. Mitől lesz valaki a barátod?
Hát onnan, hogy segítünk egymásnak, játszunk egymással. Beszélgettek is egymással? Igen. Olyan van, hogy titkot megosztasz a barátoddal, valami titkot? Uh-huh. Igen. Osztottál meg mostanában valamilyen titkot barátoddal? Beszélgetettek titokról? Nem, mostanában nem. És régebben? Esetleg elsőben. Elsőben? Uh-huh. És ha azt mondanák az iskolában, hogy ez tilos megmondani valamit a barátnak, te akkor is megmondanád a barátodnak, vagy sem? Titokban. Titokban, igen. Tehát úgy gondolod, hogy segíteni kell a barátod? Igen. Neked ki a legjobb barátod most? Nekem Marci. Marcinak hívják a legjobb barátodat? Uh-huh. És hogyha Marciról kellene beszélned most nekem, mondjuk, hogy én nem ismerem Marcit, mit mesélnél róla? Milyen fiú ez a Marci? Mivel érdemelte meg, hogy a legjobb barátod legyen? Mesélj egy picit róla, milyen? Milyen a természete? Hogy viselkedik? Hát olyan... Mitől lett ő a barátod? Miért nem más lett? Mindig kedves, és hogyha például valami nekem nem sikerült, akkor mondja, hogy nincs semmi baj, mert sokkal ügyesebb leszel. Hogy tanul ez a barátod? Tessék? Hogy tanul? Mi az erőssége? Miben a legjobb ő? A tantárból? Igen. Magyarból. Magyarból a legjobb? De én úgy hallottam, hogy matematikából is jó, ez igaz? Uh-huh. Igen? Abból is jó? Uh-huh. Olyan volt, hogy segített neked matekből, vagy magyarból, vagy más tantárgyból? Igen, de még más barátaim is segítettek nekem. Értem, értem. Lánybarátod van? Van. Igen? Miben különbözik egy lánybarát egy fiúbaráttól? Hát azzal már sokat játszok. Ugyanúgy barátkozol egy lányjal is, mint egy fiúval? Nem? Miben különbözik? Mondjuk ki a legjobb lánybarátod, kicsit mesélj róla. Janka. Na mesélj az ő tulajdonságairól, milyen tulajdonságai vannak. Hogyan lesz egy lánya te barátod? Hát szüneten vele is szoktam játszani, és van, amikor csak ketten maradunk fent. És ő tud furuljázni, és amikor ő furuljázik, én a tejeken dugolok. Te zenéltek együtt? Uh-huh. Ez már egy szép-szép dolog. Beszélgetni szoktatok? Igen. Miről beszélgetsz a barátoddal? Már úgy értem a lány barátoddal. Hát szoktam gyíkokról, és állatokról. Állatokról? Olyan volt, hogy valamilyen nagyon nagy titkod volt, és valamelyik barátoddal megosztotta? Olyan nem. Olyan nem volt? És olyan, hogy valamelyik barátod veled megosztott titkot? Olyan... Amit nem szabad elárulni senkinek. Igen. Igen? Akkor nekünk elárulod, vagy nekünk sem árulod el? Nem? Nem árulod el a barátodat? Olyan titok, amiről nem szabad tudnunk nekünk sem? Igen. Igen? Csak én tudok róla. És a barátod. Igen. Tulajdonképpen mit nevezünk barátságnak? Mi az a kapcsolat, amit barátságnak nevezünk? És mi ez a kapcsolat gyerekkorban, illetve mi ez a kapcsolat felnőttkorban? Mert nem biztos, hogy a kettő ugyanaz. Nem biztos egyáltalán, hisz a gyerekeknek, ezt valószínűleg legjobban tudod a lányoddal, a gyerekeknek mégis a világ közepe a szülők, akkor is, hogyha elváltak, vagy külön élnek, vagy külön országokban élnek, a gyerek életének a központja a szülők. És ebben a központban a barátság, mint érték megjelenhet, kialakulhat, de azt gondolom, hogy a közös tevékenységek, a közös játék szintjén bonyolodik. Viszont a másodlagos szocializációban, amikor kilépünk egy picit a család kapuján, ajtaján, ott már család nélkül vagy relatíve távol a családtól, és akkor már a barátság mint erőforrás jelenik meg. És akkor már az lesz a barátod, akivel a szabadidődet megosztod. Van már egyfajta intimitása a történetnek. Akkor a később, mondjuk kamaszkorban a barátom, az
az a kellemes szülőpótlék, aki nem csak barát, hanem még játszani is tud velem. Mert ugye a szülő volt a legjobb barátom, csak ő sajnos nem játszott velem, és nem értett meg, de én őt szerettem a legjobban, és vele éreztem azt a kapcsolatot, amit később a barátságban véltem kiteljesíteni. Tehát akkor a barátom az az a szülő, aki az én szintemen működik. Ezek szerint. Félek ezzel egy picit egyetérteni, de van egy olyan, hogy az a szerencsés, akinek vannak testvérei, és a családterápia mond egy olyan, hogy mindazok az alapműveletek, alapkapcsolatok, amiket megtanulunk a testvérekkel, a szülőkkel, azok tulajdonképpen mindenféle más társas kapcsolatban megismétlődnek. Semmi más nem történik, semmi újat nem tudunk felhozni. Tehát, hogyha erre utalsz, akkor ennek talán van valami igazságtartalma, de én azt gondolom, hogy a serdülőkori barátságban benne van az identitáskeresés, a szexualitás kialakulása. Ezért mondtam, hogy annak már van egy intimitása, nem csak a közös játékról szól, hanem arról, hogy kezded látni, hogy az életed berendeződik, mindenki akarja a te idődet, a suli akarja a te idődet, az extra tevékenységek is itt van, és marad ennyi pici időd magadra. És az a döntés, hogy azt a pici időt valakivel megosztod, az már intimitás, az már barátság. Én ezt gondolom, hogy ez egy nagy különbség a serdülőkori és felnőttkori barátságban. Kit nevezette barátnak? Nem feltétlenül azt, aki, hogy mondjam, minden nap ott van, vagy hanem... Hogy tulajdonképpen mi is a barátság, ezt elég durva példával lehetne szemléltetni, ahol továbbra is tapasztalhatjuk azt, hogy mennyire különbözik a gyerekkori, kamaszkori és felnőttkori barátság. Ugye a gyerekbarátságokban teljesen természetes egy-egy pofon, egy-egy verekedés, tehát az a barátom gyerekkoromban, aki megverhet és akit megverhetek adott esetben, és ez teljesen természetes, megbocsátjuk egymásnak, mi sem történt. Azért a felnőttek nem verekednek a barátok olyan sűrű, mint a gyerekek, nem? Igen, de gyerekkorban is ez csak azért természetes, mert van benne megbocsátás. Igen, tehát akkor... És van benne helyre rakás. Gyerekkorunkban barátainkkal együtt fedezzük fel a világot, felnőttkorunkban barátainkkal együtt viseljük el a világot. Ebben maradunk. Ebben maradunk. A barátság és a barátságok, azok rendkívül erős kapcsolatokat jelentenek. Hát tulajdonképpen a családi és a rokoni dimenzió mellett egy olyan, azt kell mondanom, hogy anyagi, mert ez segítségnyújtásokat is jelentett. Tehát anyagi és etikai dimenziót, ami egy óriási kötőereje lehet a társadalomnak. Tehát a jó barátságoknak az eszméjét én mindenképpen fenntartandónak és ápolandónak tartom, még akkor is, hogy a posztmodern elképzelések szerint mi önmagunkat sem tudjuk már összetartani a részleteinkből, sem, hogy az ilyen nagy kapcsolatunkra időnk legyen. Nem. Ellenkezőleg azt hiszem, hogy ezekre a nagy kapcsolatokra időt fordítani, az gazdagodást jelent, a sokféleségünket. Mi magunkat is meglephetjük azzal, hogy milyen gyengék, milyen elesettek, milyen rosszak vagyunk, amikor valaki segíteni kellene, ugye oda kellene menni hozzá, és akkor töprengünk azon, hogy a lelkiismeretünk, hogy áll be ebbe az összefüggésbe. Azt mondtad a múltkor, hogy a legértékesebb valuta az emberi kapcsolat. Akkor a barátság a legértékesebb? Minden bizonnyal, akkor azt talán a habatortán. Minden kapcsolatot csak az igazságosság lehetségesít, még akkor is, ha csak szerződéses az a kapcsolat, tehát érdek kapcsolat valakivel, akkor nekem a figyelmem homlokterében a feltételekhez való ragaszkodás kell kerüljön. A barátság esetében nem feltételekhez, mert ez feltétlen, hanem a hűségre esik a hangsúly. A hűség mindennek ellenére, vagy mindennel együtt, a befogadás és a hűség a kulcsszavak. És milyen érdekes, hogy nem lehet vásárolni barátságot. Hát kétségtelen, hogy nem, mert egy meghittség nem
nem jöhet az érdek felől, csak az érdek elengedése felől. Sőt, ez a csapda, hogy gyakran azt hiszik az emberek, hogy megvásárolható a barát. Igen. Vagy hogy a megvásárolt kapcsolat az egyenlő a barátsággal. Így van, így van. Nyilván, aki nem kockáztatta azt, hogy fölvállaljon egy barátságot, annak nincs ismerete arról, hogy mi a barátság. Tehát megvan a feltétlen szeretetnek, elengedésnek, befogadásnak egy kockázata. Bátorság kell hozzá. Egy ifjú ezt mondta, beszélj nekünk a barátságról. És ő válaszolt, és ezt mondta. A te barátod a válasz a szükségedre. Ő a te földed, melyen szeretetet vetsz, és háláldatosságot aratsz. És ő a te asztalod, és a te tűzhelyed. Mert éhesen mégy hozzá, és békéért keresed fel őt. Amikor barátod szól hozzád, saját elmédben nem félsz az igentől, és nem folytod vissza a nemet. És amikor barátod hallgat, szíved akkor sem szűnik megfigyelni rá, mert a barátságban minden gondolat, minden vágy, minden remény szavak nélkül születik. Közös és kimondhatatlan örömmel. Mikor barátodtól elválsz, nem bánkódol. Mert amit benne legjobban szeretsz, a távollétében világosabbá válhat, miként a hegymászó is jobban látja a hegyet a síkságról. És ne légyen a barátságnak célja más, mint a lélek elmélyülése. Mert a szeretet, ha egyébre is törekszik, mint önrön rejtelmének felfedésére, nem szeretet immár, hanem kivetett háló, melyben csak a silány akad fenn. És ami benned a legjobb, légyen az a te barátodé. Ha ismeri tengered apájait, hadd ismerje meg a dagályt is. Mert mi a te barátod, ha csupán az unalom óráján keresed fel őt? Kerest föl őt az élet óráján is. Mert segíthető a szükségben, de ürességedet ki nem töltheti. És a barátság édességében légyen nevetés és az örömök megosztása. Mert az apró örömök harmatában a szív megtalálja hajnalát, és felfrissül. A képzelt kávéházban a barátságról beszélgettünk, és többek között megtudtuk, hogy hűség kell hozzá, és áldozatvállalás. Azt is megtudtuk, hogy érdekek mentén nem jöhet létre barátság, az valami egészen más. Legközelebb a bánatról, majd az örömről fogunk beszélgetni itt a képzelt kávéházban.